Az utolsó előtti 29. fordulót rendezték meg a hétvégén a labdarúgó NB2-ben. Ennek során a Békés Csaba a Soroksárt fogadta a Kórház utcában. Egy héttel korábban a fővárosiak idegenben 3-1-re nyertek Kaposvárot, a csabaiak viszont hazai környezetben 0-0-át játszottak a szegediekkel. Ilyen előzmények után egy újabb villanyfényes mérkőzés keretében csaptak össze a gárdák, a hazaiak lilában, a vendégek tiszta fehérben léptek pályára 1100 néző előtt. A találkozó játékvezetője Kovácsi J. Zoltán volt, segítői Horváth Zoltán és Szilágyi Norbert. Negyedórányi játék után az első valamire való akció Bényei Balázs nevéhez fűződött. A csabai védő előre lopózott, és a bal összekötő helyéről megcélozta a kaput, de Gohér Gergő önfeláldozóan elé csúszott, így a labda a lábáról szögletre pattant. A 21. percben egy előrevágott labdát már nem tudott igazán a kapura bólintani, a kiszorított helyzetbe került Lovrencsics Balázs, ezért visszafejelt, de a csabai védők innen már figyelmesebbek voltak és tisztáztak. 10 perccel később Bényei legurítását bírtalan próbálta kapura lőni, de Tóbiás blokkolta a labdát. Még egy perc sem telt el, amikor Király Patrik kiugrott Simita kíséretében. Már a 16-oson belül jártak, amikor a soroksári védő ráesett a csabai középpályásra, és mindketten elestek. 11-es gyanús helyzet volt. Közben a labda az alapvonalon túlra gurult, a játékvezető pedig kirúgást ítélt. A 35. percben bírtalan jobbról lőtt előre, Szilágyi Péter startolt a labdára, majd közelről lőtt, de az elvetődő kapusról szögletre pattant a labda. 3 perc múlva szabadrugáshoz jutottak a vendégek 35 méterre a Békés Csabai kaputól. Gohér rúgta előre a labdát, amely átszállt a fejek fölött egészen a kapuig, így Mursics könnyű zsákmánya lett. Az első játékrész utolsó eseménye, Sándor István egy legurítás után kapura fordult, és a 16-os előttről megcélozta a csabai kapu bal alsó sarkát, Mursics viszont vetődve hárított. A fordulás utáni első komolyabb esemény, Király Patrik beadásra szánta el magát, Gohér igyekezett menteni, ám lábáról a kapufára pattant a labda, onnan pedig a kapus kezébe. A 61. percben bírtalan előtt adódott lehetőség, az első lövését a soroksári kapus kiütötte. Az ide-oda pattogó labda ismét a csabai támadó elé került, aki másodszor már nem hibázott, és laposan a kapu közepébe lőtt, ezzel 1-0 a Békés Csaba javára. Sokáig nem kerültek igazán veszélybe a kapuk, nem úgy a 85. percben, amikor Király Patrik kiugrott a Szilágyi Pétert, aki két védő kíséretében kapura tört, majd futtából az elvetődő kapus alatt laposan a kapu közepébe lőtt, kialakítva ezzel a 2-0-ás végeredményt. A Békés Csabaiak győzelmükkel felugrottak a második helyre, az azonos pontszámú gyirmót elé, mivel a kisalföldiek döntetlent játszottak Mezőkövesden. Hát azt mondom, ez a játék nem egy fél időből adódik, hanem két fél időből 90 percig. Azt mondom, hogy az első fél időben mind a két csapat óvatosan kezdte a meccset, mind a két csapatnak nagy tét volt, úgyhogy egyik se akart feladni a területet hátul. Nehezen tudtuk őket felbontani. Gratulálni kell a Soroksárnak a hozzáállása és a taktikai megoldása az első félidőben. Egy kicsit átálltunk a másik félidőben, azt hiszem, hogy az egy kicsit őket megzavarta, nem vették fel azt a ritmust. Ott fel is tudtunk szabadulni párszor, ami adódott a helyzetből, és abból tudtunk két gólt szerezni. De minden két csapatnak gratulálok, mert azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas és jó meccset játszott. A Békés Csaba második félidei játéka nagyobb fokozatra kapcsolt. A mi játékunkban is több volt a hiba, ennek köszönhetően, hogy kevesebb helyünk volt, kevesebb időnk volt a középpályán, és a felszedett labdákból a középpályáról tudtuk, hogy azért Békés Csabának nagyon jó gyors játékosai vannak, és ezt kihasználták a második félidőbe. Ettől függetlenül meg vagyok elégedve a csapatnak a hozzáállásával, a teljesítményével. Mai napon ennyi különbség volt a két csapat között.